Kész. A jól megkelt, formázott cipó már mehet is a jó előre alaposan felfűtött kemencébe. Egyszerre 11 kenyér sült a tégla ajtóval elzárt fűtőtérben. Később ünnepi kifliknek is kerítettek helyet a skanzen felfűtött kemencéjében. Maga a sülési idő az körülbelül 45-50 perc. És körülbelül olyan másfél kilósabb lesznek a kenyerek. Különböző formációkban van kerek, megcsináltunk hosszút is. Kevesebb mint egy óra múlva már el is készült az ünnepi kenyér. Miután kicsit hűltek a cipók, már vihették is azokat a vendégek elé. Sokan töltötték a szerda délutánt a Vasi Múzeum faluban, azért is, mert az Adriánról szóló kiállítás sorozat utolsó tárlatának megnyitóját is a nemzeti ünnepre időzítették. A szlovén nemzetiségi Ne felejts kórus is szerepelt a kiállítás megnyitón, ugyanis az adriai só lepárlásról szóló bemutatót Szlovén Múzeumtól kapta a skanzen. Sikeres együttműködések nyomán jöhetett létre az Adria sorozat. Nagyon örülök, hogy az összes kiállítás, amit Horvátországgal és Szlovéniával együtt terveztünk és rendeztünk, mindegyik sikeresen megnyílhatott, és nagyon sok látogató nézte meg, mint szombathelyiek, mint Magyarországról érkezett látogatóink voltak, de külföldiek is megnézték ezeket a kiállításokat. A só lepárlásnak komoly múltja van az isztriai félszigeten. A szlovén területek só történelmi emlékeiről sok-sok tablót és eszközt láthatnak az érdeklődők. Magyarország szempontjából a tengeri sónak nincs jelentős története, így az adriai só beszámolót hazai só történelemmel is kiegészítették a múzeumfaluban. Az érdeklődők egy névadásnak is részesei lehettek a szerdai programon. A 3 hetes szamár fiú eddig név nélkül legelészett az anyukája Sára mellett. Szerdán aztán eldőlt, hogy Miska lett a csacsi neve. Szervusz, Sárikám! Engedj a picihez, jó? Engedj a picihez, jó? Engedj a picihez, jó? Gyere, nézd, milyen szépet kapsz, nézd! Belehet, sikerült! Egy vadvirág koszorúval történt meg az ünnepélyes névadás, sokan szerettek volna keresztszülők lenni, mintegy 40 féle név merült fel a nyilvános szavazás alkalmával. Sokáig nem viselte Miska a névadási ajándékát, az anyukájával közösen fogyasztották el az ünnepi virágmenüt.